ahogy említettem, akkor az elutasító határozatot tegnap sikerült készhez vennem, mégpedig július 4-i keltezésű ez a határozat. Tehát valahol a rendszerbe bolyongott pár hónapig. De az a lényeg, hogy most már a kezemben van, és tudom azt, hogy ugye azt mondják legalábbis, hogy ez nem bűncselekmény, amit velünk szemben elkövettek, és forduljunk, na vajon hova forduljunk? A bíróság! Igen, a polgári peresügy. Van pofájuk ezt mondani, amikor 10 000 devizás pert leállítottak, és most pedig az országgyűlés elé került egy olyan törvénytervezet, ami tovább nehezíti a polgári peres eljárásban a jogérvényesítést. Ugye, mert azt talán már mindenki tudja itt közülünk, de tudja meg ezt egész Kispest, hogy a semmiségre, ami egy nagyon jó fegyver volt, továbbiakban nem lehet majd kizárólag semmiségre perelni, minden esetben kelleni fog majd a jogkövetkezmények levonását is kell kérni. Ez azt jelenti, hogy a perilleték, ami pár százezer forinttól, akár millió forintig is terjedhet, ezt igen, a felperesnek ki kell perkálnia. Ugye természetesen vannak azért itt lehetőségek, hogy perfeljegyzés, ugye jelentékfeljegyzés meg hasonló történetek, de egyértelműen ez a nehezítés is arról szól, hogy lehetőleg olyan zsákutcába próbálnak minket beterelni, ahol nem találjuk meg az igazunkat, nem tudjuk érvényesíteni az igazunkat. Tehát egy pár szőszenetet azért hogy olvassak föl, ha már ilyen írásos formában megkaptam. Na, tehát itt ilyen népi motivumok jönnek elő ugye általában. Tehát tényleg, mint a túl az operenciál, meg a kurta farkú malac, meg ilyesmi. Tehát a határozat indoklása szerint dr. Vácai Frigyes Felicián az OTP bankkal kötött kölcsönszerződést közjegyző előtt írta alá, ugye? Igen, túl az operencián, igen. Így annak tartalmáról, különösen a kamatváltozás jogának a bank általi fenntartásáról részletes tájékoztatást kellett kapnia. Kellett volna kapnia, igen, kicsit hibátlanul, egy hibásan fogalmaznak. A nyomozó hatóság utalta arra is, hogy a devizahitel szerződések megkötésének időpontjában sem az árfolyamrésre, sem az árfolyam különbözetre vonatkozóan nem volt olyan jogszabályi kikötés, mely szerint ezeket a szerződésekben külön nevesíteni kell. Tehát, ugye ez arról szól, hogy az árfolyam rés az költsége vagy sem. Tehát ez csak a, ugye mondta azt a Falu Zsolt, hogy csak a bankok csak azt a törvényt nem tartották be, amit elfelejtettek előtte a törvényalkotók megalkotni. Egyébként ezt egy bankjogász diktálta a rendőröknek ezt a... Most olvasom. Hát, lehet, hogy másodállásban bankokat véd a hölgy. Elképzelhető. Jó. Így a forint devizárfolyam piaci mozgásából eredő kockázatot a hitel felvevő köteles viselni. Jó, hát ezt így már tudjuk. De a lényeges rész az most jön. Tehát a Kúria 2013. december 16. napján meghozott jogegységi határozatának idézése mellett a nyomozó hatóság álláspontja szerint a felek között létrejött jogviták elbírálása polgári peres eljárás keretében érvényesíthető. Ki gondolja úgy, hogy érvényesíthető polgári peres eljárás keretein belül a jogvitának a rendezése jelenleg Magyarországon? Van itt közöttünk, aki úgy gondolja? A szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése bűncselekmény elkövetésének gyanúját nem veti fel. Aha. Jó, tehát
Ezt még emészgetem, hogy ez a végén, ez a fél mondat, akkor ezt most mit akar jelenteni. Vagy másik szép rész. A feljelentő a csalás bűnszervezetben való elkövetésének gyanúját abban látja megállapíthatónak, hogy a gazdasági versenyhivatal által lefolytatott kartel vizsgálat szerint a bankszövetség által tartott üzleti reggelik keretében a hitelintézetek dolgozói, illetve vezetői összehangolták üzleti stratégiáikat. Ezen megállapítás egyáltalán, tehát ez ugye az ügyésznek a válasza erre a dologra, ezen megállapítás egyáltalán nem enged arra következtetni, hogy az esetleges üzleti politikák egymáshoz való közelítése mellett az ismeretlen banki alkalmazottak, avagy vezetők bűncselekmények elkövetésében állapodtak meg. Erre vonatkozó konkrét adatot pedig maga a feljelentő sem tárt a nyomozóhatóság elé. Neki kellett volna kinyomni. Hát igen, hogy most hogy a feladatleosztás az lett volna, hogy akkor talán el kellett volna kezdeni valami nyomozást, akkor ugye? Akkor most már nekünk kell nyomozni, vagy igen, ez igen. Igen, most már ez úgy van, ha megölnek, akkor ha. Nekem kell nyomozni, hogy kézre kerüljön a addig nem szabad meghalni, amíg nem nyomoztat ki, hogy ki jött meg. Tehát ez a lényeg, mindenki nagyon figyeljen oda. Jó. Esetleg valaki szeretne hozzászólni? Ehhez nehéz, igen. Hallod, ehhez újból fel kellene építeni a harckocsit és lőni egyet. Igen, igen, legfőjebb. Ezt lehet tenni. Irányba kell állítani. Tehát volt egy kisebb fajta félreértés a rendészettel, mert a közforgalmisták más irányba irányítottak minket, mint ahogy én eredetileg fölírtam. De remélhetőleg ez a kommunikációs hiba az elmúlt. Amúgy meg autót vezetni. Jó. Jó. Két autóval kifélek, most nem egyen. Jó, a következő helye az még viszonylag problémamentes lesz a kiszállás, mert a Vörösmarty utca az egy kevésbé forgalmas rész, és ott szépen a jobb szélen lehúzódunk, megállunk. Viszont a Széchenyi rakpart lesz a következő hely, ott mindenképpen arra kell figyelni, hogy jobb oldalt fogunk leállni, a menetirány szerint a jobb oldalon. Mindenki próbáljon a jobb szélen kiszállni a kocsiból, és óvatosan átmenni az út túloldalára, jó? Tehát ez lenne a kérésem. Igen, és akkor most szálljunk vissza, és akkor nem tudom, akkor egy kicsit temposabban lehet menni, ugye? Vagy kinek mennyire égett le a kuplungja? Mert a rendőr urak azt mondták, hogy nagyon nagy teljesítményű gépek, és már füstöl a kuplungjuk, ez nem tudom, hogy minket mennyiben zavar, vagy nem zavar. Jó, akkor megvárjuk. Vannak még vécén. Vannak még, jó, akkor várom még egy kicsit. Maga a tempó, tehát egy kicsit tempó. Jó, ez a tempó, mert jó. Így forgalomra sikor. Ez biztos. Egy van. Következő helyen majd Brunyára.